Sziasztok, nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Mr. Prepper második része, és folytatjuk onnan, ahonnan legutóbb abba hagytuk. Ugye legutóbbi részben kitakarítottuk az erdőt, lett egy új szomszédunk, barátunk, meg rengeteg ilyen, például találkoztunk farkasokkal, tök izgalmas rész volt. Reméljük, hogy ez a mai részem lesz másképp. Betöltünk, és akkor onnan fogjuk folytatni, ahol legutóbb abba hagytuk. Itt látjátok, azóta nem történt semmi. Ha minden igaz, az inventoringba. Oh, váltak újság. Ja, vagy lehet, hogy... Igen, lehet, hogy ez az újság. Ez még megmaradt. Megnézzük, miket tudunk csinálni. Például tudunk-e valamilyen féle fajta ládát csinálni. Fadoboz. Fára van szükségünk. Jó. Fali lámpát azt már tudnánk csinálni. Szét kell szerelnünk, de ez ugye mindentől függet, nem? Szétszereljük ezeket a fákat. És nem fogunk ide lentre magunknak szépen. Ehhez kapcsolódóan a ládákat. Ezzel mégse ide fent tároljuk, mert ugye, mint legutóbb kiderült, az gyanús. Még mindig kell, fémre van szükségünk. Fém pedig nincs nálunk, úgy azt, mint legutóbb megtudtuk, innen tudunk rendelni Szergejtől. Vagy nem. Nézzük csak. Jaj, de csak ugye így. Így kapunk fémet. Jó, hát ezt elmehetőleg 156 másodpercben meg is kapjuk. Jó. Ebből mennyi a 0-tól 15-ig lehet? Tehát akkor ezt berakjuk ide. Mert ez gond nélkül lehet nálunk. Ugye ezek a dolgok. Ez például mennyi a biztonságos? Na, mi írja ki? Érdekes. Ezek mind-mind biztonságos mennyiségek, tehát ez például már nem. Gyorsan begyorsítjuk az időt. Egyébként. Üdv, és akkor így már is tudunk csinálni magunknak. Szépen faládákat. Arra nem emlékszem, hogy az ellenőrzés mikor jön, ezt mindjárt megnézzük. Ezt szétszereljük. Meg ezt is szétszereljük. Nagyon jó. Sajnálom magunknak kettő darab ládát első körbe. Ahol az ilyen kicsivel simlisebb dolgainkat tudjuk berakni. Nagyon jó, még egy. Jaj, egy fa. Hiány vagyunk. Hát annyi baj legyen. Ide berakom, remélve, hogy elférünk ettől tőle. Így van, elférünk. Nagyon jó. Ezeket a dolgokat pedig ide szépen bepakoljuk. Ezekre mind-mind nincs szükségünk jelenleg. Hopsz. Ezt meg kéne sütnünk. Földet berakom, textilt, pénzt. Igazából mindent, amire jelenleg azt mondom, hogy nincs szükség. Megnézem, hogy mikor lesz ez. A legújabb ellenőrzés ez. Holnap után lesz, úgyhogy rengeteg dolgot tudunk csinálni. Esetleg gyorsan ezt főzzük meg. Ha van hozzá elég, van hozzá elég. Pont 6 darab kell egy smoothiehoz. Tök jó. Jó, repihenünk egy kicsit. És aztán pedig el kéne mennünk az erdőbe felfedezni, mert még ott rengeteg dolog vár ránk. És végül is időnk is van. Úgyhogy azt mondom, hogy menjünk be az erdőbe. Vagy nézzük meg a bányát, mert ugye azt, igen, nézzük meg a bányát. Ugye a legutóbbi részben megtudtuk az öregasszonytól, hogy a bányában vannak érdekes dolgok, plusz egy embert is kellene itt találnunk, úgyhogy nézzük meg, hogy mi vár ránk itt. 8 darab gombára van szüksége. Ah, itt az emberünk, nézzük csak. Üdv. Tessék, mi az, hogy semmi haszna? Lezárt terület, jó. Ah, felfedezte, hogy nem vagyunk birkák. Amatőr konstruktor. Jó, tehát elmondjuk neki, hogy növényért érkeztünk. Ő meglepődik azon, hogy konstruktőrök vagyunk. Ő Bob, most már megismertük őt. Van Nancy. Nem Jenny, bocsánat, van Jenny.
ő a, az öregasszonya az erdőbe. Hmm. Itt van Bob, pedig ő a bányába. Hmm. Ah. Nem működik, javítsd meg. Pokolian barátságos lesz. Ez kedves. Megnézem, erre van-e valami? Nincsen semmi. Jó, meg kell javítanunk. Szerintem az... Karami... Ja nem, 10 darab fém kell hozzá. Én meg nagyon azt hittem, hogy elég lesz hozzá az, hogy van nálunk. Jó. 10 fémmel visszajövünk, az viszont nem lesz olcsó. És addig nem tudunk mit csinálni. A lényeg, hogy megismertük Bobot. Tehát ide vissza kell térnünk. Úgy látom, itt is vannak ellenségek. Jó, semmi gond. Vicces. Jó, hazamegyünk. És veszünk annyi fémet, amennyire csak van pénzünk. Innen. Ez így már 6. Plusz elmetek még van nálunk. Mindjárt meg is nézzük, hogy pontosan mennyi. Plusz 1. Hát az nem valami jó. Rossz kondícióban van. Jó. Ezt még szétszereljük. Plusz még van nálunk egy fém. Nagyon jó. Tehát akkor összesen már van 8 fém, még 2 fémet kell valonnan szereznünk. Azt leszámítom, hogy 3 fém kéne ahhoz, hogy ide is lemenjünk. Mert ugye van itt még bőven, ahol fejlődjünk. És nem ártam oda a lámpát levinni. Ez üveg kell. Hát ugye a... Nem tudom, ezek foglalnak a helyet. Ezek nem foglalnak helyet. Tehát jobban járunk, ha az inventory... Ah, ez már foglal helyet. Tehát az összetevők nem foglalnak helyet. Lehet, hogy jobban járunk, ha benne hagyjuk az inventorinkba, hogy azonnal tudjunk craftolni. Csak egy lámpát, meg próbálom ide lebagoltatni valahogy. De nem. Nem tudjuk átverni. Jó, semmi gond. Azt sem tudunk aludni, az a lényeg. Ezt még gyorsan átvesszük. Jó, köszi szépen. Szétszereljük, és akkor első napnak talán ez így egész jó. Egész jól is haladtunk. Azt hiszem, még ha jól emlékszem, 2 napunk van hátra. Ahhoz, hogy jöjjenek minket újra ellenőrizni. Ami pont jó, mert addigra szerintem még az erdőbe tudunk egy kicsit dolgozni. Jó, besötétedett. Ugyanúgy 10/100. Tökéletes. Gyerünk, aludjunk egyet. Nézzük meg, hogy mi vár ránk holnap. Kialudjuk magunkat, eszünk, és akkor elindulunk az erdőbe. Na, megpróbálunk még fémet venni, ha van rá elég pénzünk. Jó, 4. nap, holnap jönnek minket ellenőrzni. Tökéletes. Akkor van egy teljes, egész szabad napunk. Ezt erre a tipre már rájöttünk. Jó. Együnk valamit, mert úgy látom, hogy eléggé lement a kaja szintünk. Jó, tökéletes. Ó, nézzétek, ebben a ládában is tudunk pakolni. Ezt is levisszük. A kajába pedig nincs semmi. Jó, ezt is levisszük magunkkal. Letesszük ide. Minél több, annál jobb. És utána pedig megpróbálunk. Nem tudom, hogy ez így megállja a helyét. Úgy tűnik, hogy meg. Kicsit bugosnak tűnik, de nem hiszem, hogy ebből probléma lenne. És elfogyott sajnos a pénzünk, úgyhogy el kell neki adni. Ő például mit venne tőlünk szívesen? Földet venne tőlünk szívesen. Földünk az éppen van. Kérdés, hogy ez számára elég elegendő lesz-e. Tehát mivel jobbat nem tudunk adni, és egyelőre még nem jöttünk rá, hogy ez mi az kell, azért eladok neki 10-et. És utána pedig veszünk tőle még 2-t. Viszont addig, amíg ez a tranzakció zajlik, addig én elmegyek az erdőbe, és megpróbáljuk a belső szinteket felfedezni. Ugye ezzel már tudjuk, hogy bejebb tudunk menni. A második szintre. És az a cél, hogy legyen 10 darab fémünk, és meg tudjuk javítani magát azt a felvonót a bányába.
Ah, az egy újabb bejárat. Jó, menjünk be. Az ütőnk még megvan, egyelőre még nem tört el, úgyhogy problémánk. Egyelőre nem akad, nem lehet. Na nézzük. Ezt már lemondtam arról, hogy elkapjuk bármelyik őket is. Úgyhogy egyelőre gyűjtök fát. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e ütni őket, ha hosszak gyorsabbak nálunk. Kétlem, hogy csak így a semmiből várnák, hogy... Igen. Hogy odaérjek hozzájuk. Danger, keep out. Jó, menjünk be. Mi baj történt? Azt nem tudom, ez az öregasszonynyal egy részen lévő ház lehet-e? Igen, ez vele együtt. Tehát akkor jobbra nincs elméletek semmi. Ez a következő, amit tehetünk, hogy elmegyünk balra és megnézzük, hogy... Hát de balra nem tudunk menni. Érdekes. Valahogyan biztos, hogy bejebb tudunk jutni. A bentebbi részekre. Megnézzük akkor, hogy itt mi van. Nem hagytunk semmit. Valami furcsán világít, de nem tudjuk megnézni. Ezt is megvizsgáljuk, hogy van-e valami. Itt hagytunk egy fát, nagyon jó. Veszünk még több ilyet. És beszélünk Jennyvel, hogy ő tud-e valamit esetleg. Hát gombát nem hoztam, ez nem jó? Nem. Jó, majd visszajövünk később. Aha, tehát semmiképpen sem tudunk addig semmit csinálni, ameddig nem adtuk. Nem javítottuk meg. És nem hoztuk vissza neki a gombát. Jó, hát akkor legyen ez az első lépés, én azt mondom. Gyorsan hazarohanunk. Addigra talán már a csomagunk is megjött, és... Gyorsan megjavítjuk még a mai napon a felvonónkat. És ebből már szerintem egész jól el tudunk indulni. Jó, megjött a 10 pénzünk. Kereskedés. És azt hiszem még 2-re van szükségünk. Ő hoz 2-t, plusz itt van még elméletileg. Lehet, hogy már nálunk van, elnézést. Plusz van még nálunk 8. Tökéletes lesz. Addig szétszedem a fákat. Ezt itt érdekesen kezeli a játék, hogy odapakoltunk, de semmi gond. Na, még egy kicsit gyorsítunk az időn. Gyere postás, gyere, nagyon jó. Jó. Ezeket is szétszereljük. Ezt is csak nem tudjuk megtenni. Jó. És akkor itt tudunk is menni a bányába, és végül is még a nap felé járunk, csak úgyhogy tényleg nem lehet semmi problémánk. Nagyon jó. Egész jól haladunk. Megjavítjuk a bányát. Megjavít. 10 órát vesz igénybe, akkor mondjuk az a baj, hogy este lesz valószínűleg. Ja nem, 1 óra, 30 perc, bocsánat. Valamiért 10 óra, 30 percnek láttam be. Tévedtem. Na nézzük. Én itt gombát nem látok. Sőt, megmondom őszintén, így első ránézésre nem látok gombát sehol, de mindegy. Megnézzük, hogy itt mi van. Ah! Meglepett. Ez gomba lenne? Nem vagyok teljesen biztos. Arany. Wow! Van arany a játékban. Zsír. Lefele. Nem tudom gombát ezt. Például azt onnan fogunk szedni. Jó, az eddig egész simán megy. Ah, hogy ez csak így ennyi? Azt gondoltam, hogy valamilyen féleképpen ki kell, hogy bányászok, de nem, ezt csak így felvesszük. Jó. Nézzük. Nem én vagyok vak, de én esküszöm, hogy nem látok sehol gombát. Kinyit. Wow. Nincs is már ennyi helyünk. Van nálunk üzemanyag. Vasérc. Szikla. Ezt a sziklát kirakom. Vasérc az értékesebbnek tűnik. Nagyon jó. Ezt a dolgot azt mondja, megnézzük. Nagyon érdekesnek tűnik. Nem? Bocsánat, lefele. Lefele. Tárolás. Várjunk csak. Ó, ezt nézzétek. Ide be tudunk pakolni. Például szeretném ezt a sziklát felvenni. És ugye már nincs helyünk. Ide be tudom tárolni. Ez tök jó pofa.
Nem is emlékszem, hogy ez benne lett volna a játékban akkor, amikor először játszottam ezzel. Megragad. Nagyon jó. Szerintetek? Csapda? Na, hogy az. Ez egy VR patkány? Ez egy VR patkány. Ennyi. Oké. Okay. Na és ez micsoda? Bányász igazolvány. Engedély a mínusz egyes szintre. Oké. Okay. Gyerünk vissza. Vegyük ki a dolgainkat. És fel. Nem tudom mi a vissza. Teljesen vissza a felszínre, igen. Ahogy is nagyon állat is vagyunk fáradó, tehát hazafele kéne sietnünk. Oké. Okay. Gyerünk haza, srácok. Ah, már nem tudunk futni. Hát nem baj. Hazáig még csak elbattyogunk valahogy. Jó. Valaki nyitva itt az ajtót. Remélem. És nem betörtek, vagy ilyesmi. Jó, ezeket ide betároljuk. Így, ne. Megnézzük, hogy itt miket tudunk még csinálni. Munkapadot például 15 darab. Ilyen és kő kellene hozzá, rendben van. Polcot és a többi dolgokat tudnánk csinálni. Baseball ütő. Ah, le kell feküdni aludni. Jó, aludjunk. És ne felejtsétek, hogy a következő nap jönnek minket ellenőrizni. Úgyhogy ezt itt le kell takarni. Alvás. Le kell takarni és reménykedni, hogy semmi más nem hagytunk. Szalaszéljel, hogy valami miatt rossz legyen a felkészültségünk. Csak arra már nem emlékszem, de mintha talán hatodikán lenne az, hogy nincsen víz. Semmilyen szinten, mert arra már nem emlékszem. Viszont itt feltűnt, hogy a játék jobb oldalt azt mondta, hogy tegyünk 5 darab földet a bunkerünkbe. Amire sajnos jelenleg nincs helyünk, úgyhogy először létrát kell csinálnunk és utána. Ó, oh, éjjelzik a karakterünk, ez unlucky. De ez végül is... Oh, hát ezt jobban jártunk volna, megfőzzük. Így is fogok tenni, úgyis 6 kell hozzá, tehát végül is az a 2 bónusz az semmilyen szinten nem ártott nekünk. Jó. Oké, okay, maxosak vagyunk. Tehát itt azt mondja, ki kell alakítani magunknak élelmiszerforrást. Most nincs előttem, hogy ez például pontosan hogyan, de itt van, talaj. Jó. Szegény karakterünk kicsit bagos így. Minőségi termőföld, jó, rendben. És ezt például hova tudom? Ah, ezt csak így kirakjuk. Nagyon jó. Már csak az az egy probléma, hogy létránk még nincs. Kell 3 darab fém hozzá, tehát... Mit tudnánk eladni? Mi az, ami van nálunk, és szüksége van másnak erre. De van nálunk textil. Amit el tudunk adni 5-ér. Van nálunk üveg. Ezt el tudjuk adni további 17-ért. Jó. Tegyük meg ezt. Adjuk el. És akkor utána fogunk tudni venni 3 darab ilyet. Begyorsítom az időt, srácok. Nem tudom, hogy azon kívül tudunk-e valami hasznosat csinálni. Nem tudom pontosan az ellenőrzés hány óra körül fog jönni. Azt sem vagyok benne biztos, hogy ez fix időpontban jön. De az biztos, hogy ma. Nagyon jó, megvan a pénzünk. És itt tudunk venni 3 darab ilyet. Jó, vegyünk 3 darab ilyet és ismételten gyorsítjuk az időt. Itt elpihengetünk magunknak. Kíváncsi, hogy melyik ér ide hamarabb, az ellenőr vagy a vasunk. A vasunk. Jó. Akkor még ide ér az ellenőr, addig ezt meg tudjuk csinálni. Jó. És azt mondanám, hogy létre. Szétszereljük. Így nagyon jó, és létrára van szükségünk. Rendben van. És ezt pedig ide letesszük. Oda pedig lentre teszünk talajt. Nagyon jó. Ide le is megyünk. És ha mindegy, az van is nálunk már lámpa. Így van.
Abban nem vagyok biztos, hogy ezt például hogyan tudnám egyben nyitni. Jön a... Jön, hoppa, felfele. Jó. Már is nyitom, letakar. Remélem más nem... Más hibát nem követünk el. Nyissuk ki az ajtót. És bízunk a legjobbakba. Na. Tisztességesnek tűnik. Lássuk a részleteket, rendben. Itt semmi. Semmi rossz dolog nem történik, hidd el. Minden rendben van. Persze, mindez a polgárok biztonsága és jólét érdekében van. Nyilván így van. Nézzük a szobák tartalmát. Jó, letakartuk. Bless the president. Tökéletes. Tökéletes birkák vagyunk. Látszólag legalábbis. Oké. Itt sincs semmi. Chill. Ah, nézzétek csak. Ez plusz egy darab. Plusz egy darab kis fém doboz. Ebből négynek kell összesen lenni a lakásba, de... Ó, nézzétek, most vettem észre, hogy van itt még bőven fémünk. Na nézzük a riportot. Gyanú szintje 36%-os. Tökéletes. Nagyon jók vagyunk. Szevasz te! Hogy ne mondjam micsoda. Jutott az eszébe az embernek nagy hirtelen. Na nézzük. Ezt szeretném egyben nyitni valahogy ezt a szobát. De úgy látom, hogy ezt nem lehet. Úgyhogy errefele terjeszkedünk, itt lesz. Hát mondjuk ide berakunk. Három vagy négy darab föld férhet idebe? Mindjárt kiderül. Kraftolom én magunknak egy lámpát. Amihez szükségünk lesz egy üvegre. Amihez el kell törnünk egy pár poharat. Ami nem vagyok benne biztos, hogy van nálunk, de megnézzük. Nincs már nálunk több. Ja, de van. Valamiért ezt a részét néztem. Elnézést. Ezt szétszereljük. Meg ezeket is szétszereljük. Nagyon jó. Nagyon belejöttünk. És azt mondom, hogy csinálunk három darab lámpát mondjuk. Ide, ide, meg majd még ha bővítjük a szobát, akkor jó, hogy van plusz egy. Nagyon jó. Ide lejövünk. Itt más nincs, jó rendben. És azt mondom, hogy ide egy lámpát szeretnék. Van érdekes, hogy nem nyílnak egybe azok a szobák. Nem tudom, hogy mit csinálok rosszul. De majd ennek utána nézek. Azt mondom, hogy ide egy föld. Még egy föld. És mennyi kell a játék szerint? 5. Úristen. Ezt nem is fogok tudni annyit lerakni. Még egy ide. Na mindegy, ez a rész akkor ez itt teljes mértékben. Még kettőre van szükségünk. Tehát teljes mértékben csak a termesztés lesz használva. Azt nem tudom, hogy fogjuk locsolni őket. Reméljük kapunk valamilyen féle fajta útmutatást. Nézzük. Nem tudom, hogy jó ötlete rátaposni, azt mondanám, hogy nem. Oda. És ide. Jó. Gyors ültetés. Ah, értem. Nézzük, mi az, amire szükségünk lehet. Napraforgó, meg uvarka. Legyen mondjuk kezdetnek ez. És akkor ide. Ültessünk mondjuk napraforgót. Ültetőgépre van szükségem, oké. Okay. Ez is ültetőgépre van szüksége. És van olyan egyébként, olyan magunk, amihez nincs ültetőgépre szükséged? Kukorica? Kíváncsi vagyok. Érdekes, hogy ültetőgépre van szükség. Nem is hallottunk még ilyesmiről. Ültetés? Például ez tök jól. Víz. Nincs kész, vízre van szükségem. Megnézzük, hogy hogyan fogunk tudni vizet hordni. Ezt nem tudja ültetni, ez sem. Ez sem. Jó, hát akkor lényegében egy dolgot tudtunk. Wow, de tök menő. Milyen színek vannak még? Kék. Sárga. Legyen sárga, az olyan, mint a napfény. Víz. Hogyan tudunk neki vizet adni? Falilámpa, munkapad. Mivel tudnénk neki vizet vinni? Kivesz. Nézzük, mibe veszi ki. Oké, ezt kivette. Ah, ez csak simán így valahonnan terem nekünk hordó. Oké, semmi gond, engedjük el. Egy pár napja már éppenséggel lehetett volna kiszedni, de nem baj. Oké, ez fel van töltve. Hát, túlon túl. Sok fény nem éri, de így még kevesebb.
Közelebb rakom hozzá? Számít. Mondjuk azt, hogy számít. Valószínűleg ennél egy jobb lámpára van szükségünk a későbbiek folyamán. Jó. Semmi probléma. Pihenjünk le. Vagy mi több, aludjunk. Csak a lényegében letudtunk két teljes egész napot. És ahogy látom már... Aha, most... 1, 2, 3, 4 napot fog nekünk hagyni a következő ellenőrzésnek szemben az előző kettővel. Ez tök jó, akkor gondolom minél jobb a készültségi szint, vagyis a gyanú, annál jobb a... annál kevésbé látogatnak minket. Ez végül is pozitív. Így jobban tudunk haladni a saját kis dolgainkkal. Hopszi. Csőterés van. Nagyon menő, imádom ezeket az ilyen amerikai poszter kinézetű dolgokat, mint például a Falloutban is van. Jó, tehát ma új vízre ne számítsunk, rendben van. Viszont én azt mondanám, hogy szerintem ez így egy résznek elég is. 20 pár perc körül járunk, úgyhogy szerintem itt befejezem a részt. Én köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tetszett ez a videó, ha tetszett, akkor lájkolj és subscribe-olj. Következő részben találkozunk, addig is legyetek jó. Sziasztok!